Amit eddig csak sejteni lehetett, az most már tény, Irán lőtte le az ukrán utasszállítót, ezt egy közleményben ismerte el a hadsereg. Azt írták, hogy ellenséges gépnek hitték a repülőt. Irán napokig tagadta, hogy rakétatámadás miatt zuhant le az ukrán gép. A hadsereg most bocsánatot kért a tragédiáért. Ukrajna és Kanada is kártérítést és felelősségre vonást követel Irántól. Az iráni állami televízió szombat hajnalban közölte a hadsereg beismerő nyilatkozatát. Ők lőtték le a Teheránból Kijevbe tartó ukrán utasszállítót szerdán. A nyilatkozat hangsúlyozta, a rakétát véletlenül lőtték ki, amikor az utasszállító a forradalmi gárda elit alakulat egyik katonai központja felé fordult, emiatt ellenséges gépnek nézték. A hadsereg elismeri, hogy emberi mulasztás történt, és közölte, a felelősöket bíróság elé állítják. Fogadkozott, hogy Irán tökéletesíteni fogja légvédelmi rendszerét a hasonló hibák elkerülésére. Hassan Rouhani iráni államfő ezután közösségi oldalán jelezte, a katasztrofális és megbocsáthatatlan mulasztás vétkeseit felelősségre vonják. Az elnök részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak, és megerősítette, hogy az ügyben folytatódik a nemzetközi vizsgálat. Ez egy szomorú nap. A fegyveres erők előzetes belső vizsgálata arra a következtetésre jutott, az amerikai kalandorpolitika következtében kialakult válsághelyzetben emberi mulasztás okozta a katasztrófát. Ezt már Javad Zarif iráni külügyminiszter írt a közösségi oldalán. Kiderült az igazság. Így reagált a bejelentésre az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky követelte, Irán adjon ki nyilatkozatot arról, hogy kész a teljes, nyílt vizsgálat lefolytatására, a vétkesek felelősségre vonására, a holttestek kiadására, kártérítés megfizetésére, valamint arra, hogy diplomáciai csatornákon hivatalosan bocsánatot kérjen. A mindenre kiterjedő vizsgálatot a kanadai kormányfő is követeli. Az iráni fegyveres erők beismerő nyilatkozatát kevesebb mint 24 órával azután tették közzé, hogy pinteken bejárta a világ sajtót a felvétel, ami állítólag megörökítette a pillanatot, amikor a rakéta becsapódott a repülőgépbe. Az ukrán légitársaság menetrendszerítő járata lángba borult, majd lezuhant. Először a kanadai miniszterelnök jelentette be pinteken. Hírszerzői információk szerint Irán felelős a légikatasztrófáért. Később a brit, az amerikai és az ausztrál kormányzat is jelezte. Tudomások szerint a perzsa állam légvédelme végzetes hibát követett el, amikor kilőtték rakétáikat. A gép ugyanis alig 2 órával azután zuhant le, hogy Irán rakétacsapást mért az amerikai katonákat állomásoztató iraki bázisokra. Ráadásul a tervezetnél 2 órával később indult útnak, az iráni légvédelem amerikai drónként azonosíthatta a civil utasszállítót. A légügyi hatóság még pénteken is azt mondta, kizárt, hogy rakéta találta el a gépet. Irán eleinte csak ukrán szakértőket volt hajlandó bevonni a katasztrófa okait vizsgáló nyomozásba, azóta azonban a kormány közölte, a tragédiában érintett valamennyi ország bekapcsolódhat a vizsgálatba, beleértve a szerencsétlenül járt Boeing típusú gépet gyártó amerikai vállalat szakértőit. A PS 752-es járat fedélzetén 167 utas és 9 fős személyzet utazott. A katasztrófát senki sem élte túl.